Paksváros önkormányzata és az Atomerőmű Sportegyesület megállapodást írt alá, melynek értelmében 300 millió forinttal támogatja idén az önkormányzata az egyesületet. Az erről szóló megállapodást Szabó Péter polgármester és dr. Kovács Antal ügyvezető igazgató látta el kész jegyével. Az eseményen Pekári Géza, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT vezérigazgatója is részt vett. Két fő cél fogalmazódott meg a szerződésben. Az egyik fő cél az az, hogy a 10-től 18 éves korig terjedő korosztálynak a sportolási lehetőségeit tudja ezzel majd az Atomerőmű Sportegyesület biztosítani. A másik nagyon fontos dolog, hogy az Atomerőmű Sportegyesülettel való együttműködés kiterjed a sportrendezvényekre is természetesen, amiben szintén nagyon fontos a sportegyesület szerepe a szervezésben és annak a lebonyolításában, hogy csak egyet említsek, hogy az atomfutás például nagyon népszerű, nem csak a városban, a megye határon túlnyúlóan is, tehát országos rendezvényről van szó. Nagy feladatokra készül a város, az egész társadalom, az összefogás kulcskérdés, mondta a dr. Kovács Antal. Az ASE ügyvezetője arra is kitért, hogy ezzel a stabil háttérrel továbbra is be tudja tölteni a neki szánt szerepet. A Atomerőmű Sportegyesület számára ez egy nagyon fontos mérföldkő. Az elmúlt években folyamatosan kihívás, működési szükségletek kihívásával kellett megbirkóznunk, de ahogy az elmúlt időszak atomerőmű és város közeledését, ami gyakorlatilag 30 éve elkezdődött, most már leütött, hogy a legtöbb rendezvényt azt igyekszünk közösen megtartani. Van közel 1500 tagunk, ennek egy kis része a kisportoló, az összes többi a szabadidősportoló, és nem csak gyerekek vannak, hanem a tapasztaltabb korosztály is, és tényleg sok rendezvényünk van. Az atomerőmű által befizetett építményadó egy része az, ami az egyesülethez kerül támogatásként a megállapodás nyomán. Az egészséges munka és magánéleti egyensúly fenntartása érdekében nyilván fontos szerepe van a tömegsportnak elsősorban, hiszen az a 2500 kolléga, aki és a családtagjai, akik az erőmű üzemeltetésében közrejátszanak, számukra ez megfelelő lehetőséget biztosít, hogy a tömegsport szenvedélyüknek éljenek. A megállapodás egy hosszú tárgyalás sorozatnak az eredménye. Úgy gondolom, hogy ez a megállapodás jól tükrözi azt, hogy a három résztvevő, az erőmű, a város és az Atomerőmű Sportegyesület tud és akar együttműködni most is és a jövőben is. A jövőben a támogatási összeg 200-200 millió forint lesz évente.